Szia Margit, üdvözöllek, és az érdekelne engem nagyon, hogy hogy kerül egy orvos a germán gyógytudomány tanfolyamnak a felső szintjére, a turbóra. Ezek szerint te már alaptanfolyamot végeztél. Igen, ez év áprilisában végeztem. Az a helyzet, hogy évek óta keresem az alternatív megoldásokat, ami hatékony módon ki tudná egészíteni az akadémiai orvoslást. Úgy érzem, hogy a kezelésünk az kezelés, a betegségek kezelésének nagyon nagy része, gyakran csak tüneti kezelés, és az okokat gyakran annak ismeretének hiánya miatt nem tudjuk kezelni. Magyarán szóval megláttad az akadémiai orvoslásnak azt a fajta hiányosságát, vagy tulajdonképpen a tünettel foglalkozik, és nem az okkal. És hogy látod orvosként, hogy a germán gyógytudomány logikai rendszere valóban az okkal foglalkozik, és működőképesnek látod? Körülbelül 25 éven ezelőtt hallottam először azt, hogy a betegségeknek 100%-a pszichés eredetű. Akkor természetesen ez teljesen őrültségnek tűnt. Az eltelt évtizedek alatt rádöbbentem a családon belüli több példán is, hogy ténylegesen pszichés eredete van a különböző szomatikus betegségeknek. Így elkezdtem töprengeni rajta, hogy melyik lenne az a módszer, amivel gyógyítás szintjén lehetne a betegségek okainak a kezelését megoldani. Ebben az évben, amikor a germán gyógytudománnyal találkoztam, nagyon meggyőzőnek tűnt az, hogy behatárolható az a pszichés ráhatás, ami kivált bizonyos konkrét szervi betegségeket. Tehát beazonosítható a szervekhez kapcsolódó pszichés eredet. És saját magaddal kapcsolatban, saját egészségi állapotoddal kapcsolatban volt-e sikerélményen? Az a helyzet, hogy nagyobb krónikus betegségem nincsen. Reméljük, most már nem is lesz. Úgyhogy elsősorban tanulás célzattal jöttem ide. Mit gondolsz, hogy tudod majd használni a betegeidnél a germán gyógytudományt először kiegészítő terápiaként? Igen, előfordulhat, hogy aki kicsit nyitottabb és hajlandó alternatív megoldások felé fordulni, az annak meg említhető ez a kezelési mód. Meg fogod próbálni? Mit gondolsz? Igen. És már csak egyet kérdeznék, hogyha elindul Magyarországon a germán gyógytudománnyal kapcsolatos kreditpontos orvosképzés, akkor jelentkeznél-e arra? Igen. Köszönöm szépen.